Már csak ebben az évben dolgozhatnak jogi végzettség nélkül a végrehajtók. Jövőre egyetemi diplomához vagy megkezdett jogi tanulmányokhoz kötött lesz a tevékenység. Az intézkedés a bírósági végrehajtók állományából 30-40 főt érinthet, mondta el televíziónknak Sadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke. 2017 év végéig valamennyi önálló bírósági végrehajtónak vagy jogi végzettséggel kell rendelkeznie, vagy igazolnia kell azt, hogy megkezdte jogi egyetemi tanulmányait. Ugye a szabályozás oka az volt, hogy mindenképpen szeretnék a szakmai színvonalat emelni az önálló bírósági végrehajtóknál, ezzel is elérvén azt, hogy az eljárások még szakszerűbbek és gyorsabbak legyenek. A más státuszban lévő önálló bírósági végrehajtóknak jó 70%-a már vagy rendelkezik jogi végzettséggel, vagy már beiratkozott a valamely egyetem jogi karára. Én azt gondolom, hogy reálisan egy 30-40 bírósági végrehajtó van, aki készül az emelt szintű érettségire, vagy egy szakmai felvételi vizsgára annak érdekében, hogy a jövő év január 1-jel már hallgatói jogviszonnyal bírjon. A devizahiteles válsággal összefüggésben 2008-tól drasztikusan megemelkedett a végrehajtási ügyeknek egyrészt a száma, másrészt az ügyérték. Ugye ennek megfelelően szinte minden negyedik, ötödik magyar háztartás sajnos érintve volt a bírósági végrehajtási eljárás rendszerével kapcsolatban, és hát nyilvánvalóan a kiemelt ügyszámra és az ügyek érzékenységére tekintettel a kormányzat úgy vélte, hogy ezt a rendszert kell megerősíteni, és még profibb bírósági végrehajtókat a rendszerbe állítani, illetve a már ott lévő végrehajtóknak a szakmai tudását kívánták emelni. Dr. Toma Attila, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője a vendégünk a témában. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát ez egy hosszabb folyamat, tulajdonképpen 2015 nyara óta folyik ez a reform, vagy a végrehajtási rendszer megújítása, a bírósági végrehajtási rendszer megújítása. Ez az igazságügyi reformnak a része. A bíróságok hogyan vélekednek, miért volt szükség erre a fajta reformra? Hát, hogy miért volt erre a reformra szükség, nyilván erről mindenkinek megvan a véleménye. Ezen a helyen már én többször elmondtam, hogy bíróként, bírósági szóvivőként én nem tudok a törvényalkotó fejével gondolkodni, hiszen őket kellene megkérdezni, hogy miért szánták rá magukat a reformra. Természetesen nem kívánom ezt a kérdést megkerülni, készültem ebből a kérdésből, jelentem. Tulajdonképpen el kellett olvasni annak a törvénynek az indokolását, amely a reformokról szólt. Ha lehet, ebből idézhetnék is, mert hoztam magam, valahogy mondtam, készültem, de elmondhatom, hogy tulajdonképpen egy társadalmi igénynek kíván ezzel a kormányzat megfelelni. Nagyon jelentős társadalmi igény van arra, hogy a különböző kötelezettségeket megfelelően és törvényes rendszerint behajtsák. Erről szól tulajdonképpen a végrehajtás. Ezt kellett újra szabályozni. Nyilván a nézők hallhatták a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak imént a véleményét. Ők ugye azt mondták, hogy azért volt szükség erre a reformra, hogy még színvonalasabban működjenek, tehát minőségibb legyen az a szakmai színvonal, vagy az a szakmai szolgáltatás, amit ők tulajdonképpen nyújtanak, de azért tudva lévő az is, és a napilapokat forgatván a néző és az újságolvasó hallhatta azt is, hogy 2015-ben 1600 alkalommal emeltek panaszt az adósok a végrehajtó ellen. Ha panaszt emeltek, akkor milyen kifogásokat találhattak a végrehajtási eljárásban, a végrehajtási rendszerben? Milyen törvény alapján szabályos egyébként a végrehajtás? Részletesen szabályozzák természetesen a végrehajtás egész menetét. Hogy csak nagy vonalakban említsem, két jelentős törvény, a végrehajtásról szóló törvény és a polgári perrendtartás, ami törvényszinten szabályozza ezt a területet. Ezen kívül két kormányrendelet is, legalább 8-9, de még lehet, hogy ettől több, igen részletes szabályokat tartalmazó igazságügyminiszteri rendelet az a jogszabály mennyiség, amely ezt a területet szabályozza. Nagyon kötött eljárási rendszerén dolgoznak. Tudni kell azt, hogy ez a terület, bár nyilvánvalóan a köztudatban is valahogy a bíróságokhoz kapcsolódik, de tulajdonképpen egy utólagos eljárásról szól. A bíróságnak a feladata akkor lezárul, amikor hoznak egy jogerős ítéletet. Polgári perben tudjuk nagyon jól, hogy ez többnyire valamilyen kötelezéssel zárul, főszabály szerint.
Egy következő szakasz az, ami már a végrehajtást illeti, de ezzel együtt nem mondom, hogy a később a végrehajtási szakaszban a bíróságnak nincs köze a végrehajtási területhez, hiszen azt tudni kell azért, hogy a végrehajtás során felmerült panaszokat, kifogásokat azért változatlanul a bíróság látja el. Tulajdonképpen erről az intézményről szól ez a végrehajtási kifogás, amelyet valamennyi érdekelt előterjeszthet a végrehajtónak valamilyen intézkedésével, vagy intézkedésének elmulasztásával kapcsolatban. És ebből nyilvánvaló van több is, de hangsúlyoznám, hogy ez nem a bírósági végrehajtók, nem a törvényszéki végrehajtókhoz tartozik, hanem az önálló bírósági végrehajtók tevékenységéhez köthető. Jó, hogyha a fogalmakat tisztázunk, hiszen ez is fontos ezek szerint, akkor a magánszemélynek, de cégnek is, ha adóssága van, és ezt az adósságot be kell hajtani, akkor ugye megkülönböztethetők a behajtók és a bírósági végrehajtók. A két szakma között mi a különbség, kinek mi a feladata, ki milyen tevékenységet nagyon folytat és végez. Nagyon jó, és úgy gondolom, hogy ezzel tényleg tiszta vizet önthetünk a pohárba. A különbség a különböző behajtók, behajtó cégek és a bírósági végrehajtás között az ott van, hogy még az előbbinek semmilyen közhatalmi funkciója nincsen, semmilyen kikényszeríthető eszköz nincs a kezében, tehát felveheti a adóssal a kapcsolatot, felszólíthatja, levelezhet vele, SMS-eket küldhet, tárgyalhat, határidőkben állapodhatnak meg. Ezt mindenféle végzettség nélkül megteheti, de ami lényeg, hogy nincs mögötte közhatalmi funkció, hogyha ennek a megállapodásnak az adós nem tesz eleget, akkor a behajtó kezében legális, igazán legális és hatékony eszköz nem áll rendelkezésre. Ezzel szemben a végrehajtás, a bírósági végrehajtás az egy közhatalmi funkció. Tehát itt közhatalmi funkciót lát el a végrehajtó, akár törvényszéki, akár vállalkozás keretében működő önálló bírósági végrehajtásról, végrehajtókról van szó. Olyan aktusokat tehet meg, aminek következménye lesz. Hát ez az aktus ugye maga a végrehajtás, amit, ahogy említettem, részletesen szabályoznak. És hát ez az a terület, amit most úgy tűnik, hogy újra szabályoznak, illetve nem is most, ez a folyamat 2015-ben indult el. Ennek egyik része például az a reform, hogy kiből válhat most már bírósági végrehajtóvá. Hallottuk a felvezetésben, legalább 7-8 feltétel van még ezen kívül, tehát magyar állampolgár legyen, 24. életévét betöltse, választójoggal kell rendelkezni, az újdonság ugye az, hogy jogi diplomával kell rendelkezni, de ezek után végrehajtói szakvizsgát kell tenni, 2 éves gyakorlat, tehát pont ezek a módosítások arról szólnak, hogy a szakmai színvonal emelkedjen. Azt fontos még tisztázni, hogy milyen tartozások kerülhetnek végrehajtási szakaszba. Nyilvánvalóan itt is elég széles a paletta, amit itt említettek is a felvezető riportban, az a pénzintézete vagy hitel intézettel szembeni tartozások, ugye ezek voltak a leggyakoribbak 2008-tól, de ez lehet polgári peres eljárásban gyermektartási díj, lehet akár a parkolási díj, vagy közüzemi díjak felhalmozásából adódó tartozás is, nagyobb mértékű tartozás. Ugye a behajtók kezében általában az ilyen 100 000 forint alatti tartozások vannak, de hát itt az ügyérték ettől jóval magasabb is lehet. Egy nagyon fontos, mi a végrehajtás menete, milyen dokumentum szükséges végrehajtás kikényszerítéséhez. Igen, ugye alapvető, hogy egy végrehajtás meginduljon, az, hogy legyen valamilyen végrehajtható határozat. Ez lehet ítélet, lehet közjegyzői jogirat. Az a lényeg, hogy legyen egy jogerősen végrehajtható döntés. Jogerősnek kell lenni, valamilyen marasztalást kell, hogy ezt tartalmazzon, és ami nagyon fontos, hogy a végrehajtási határidő még ne teljen el. Tehát ha akármilyen ítéletben az van, hogy nekem a tartozás megfizetésére van 3 évem, akkor 2 éven belül nem feltétlenül lehet megindítani a végrehajtási eljárást. Tehát ha ez is eltelt, és ezután nem történik fizetés, akkor indul el tulajdonképpen a végrehajtás, ez az úgynevezett végrehajtás.
Több módja van, de a leggyakoribb az az, amikor egy úgynevezett végrehajtási lap kiállítását kérik, illetve állít ki az adós, és ezzel indul el valójában a végrehajtás, ez kerül a végrehajtóhoz, és onnantól kezdve indul meg az az eljárás, aminek a célja az, hogy ebben a marasztaló határozatban foglaltakat valamilyen módon érvényesítse. Kivizsgálhatja felül ezt a bizonyos lapot, amin elindulhat a végrehajtás? Természetesen a végrehajtó fogja első körben megvizsgálni, van-e kellék hiány, tehát vannak, én nem sorolnám el, mert tényleg nagyon részletes szabályai vannak. Ezzel kapcsolatban egyébként a bíróságon is a ügyfélfogadási időben nyugodtan reklámozhatom, hogy tulajdonképpen a kollégák tudnak ebben segíteni. Tehát megkapja a végrehajtó, ő megvizsgálja, hogy ez mennyire kellék hiányos, hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet, de ha nem, akkor megkezdődik a vég. Átteszi esetleg illetékességgel rendelkező végrehajtóhoz, de ha minden ilyen kellék hiány elhárul, akkor természetesen megkezdődhet a végrehajtás. Végrehajtásokkal kapcsolatos kifogást pedig eszközölni lehet a bíróságokon, ahogy ez már igen, itt is ezt ahogy mondtam, ez nagyon fontos egyébként, hogy nem általában a végrehajtás, tehát hogy mert adós vagyok, és nekem nem tetszik, hogy végrehajtanak, ez nem végrehajtási kifogás. Tehát mindig a végrehajtási kifogás a végrehajtónak egy konkrét magatartásához, konkrét aktusához köthető, ha valamilyen határidőt nem tart be, ha valamit elmulaszt, vagy az eljárása során valaki mulasztott, és ezzel szemben ő nem lépett fel, tehát ez erről szól. Egyébként illetékköteles. Fontos elmondani azt is, hogy maga a végrehajtási eljárás sem egy díjtalan dolog, illetékköteles, általában a követelés 1%-a ennek a díja, tólig minimum 5000, azt hiszem a legmagasabb összege 350.000 forint. Tehát nem olcsó mulatság maga a végrehajtás sem. No, hát érdemes a jogot lapozgatni, illetve azt a kis okost is felütni, ami a bíróságok honlapján megtalálható. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is.